Sziasztok, Vicuska vagyok. Elérkeztünk a 299. leckéhez, fogadjátok szeretettel. Hát ugye egy híján 300. Megmutatom nektek, ezt a képet fogjuk elkészíteni. Ideugrott nekem. X nélkül. Ezt a képet fogjuk elkészíteni. Van, aki például gradienttel készíti, van, aki medivel, mert vannak olyan személyek, akiknek például medi lefagy, meg például be kell zárni a szerkesztőt, meg ilyesmi, az gradienttel is el tudja készíteni. Tehát a gradienttel, azt tudjátok, hogy három szint kell venni, tehát megmutatom nektek először is itt. Az, hogy három szint kell venni a gradienttel, és fölül és alul sötét, középet pedig a világos. Ezt azért hoztam itt ki, mert hogy meg tudjam nektek mutatni. Na most, a következő dolog az, hogy vannak még olyan személyek, azt mondanám, hogy újak, tehát a képszerkesztő csoportban újak, akiknek problémája, vagy problémába ütközik az, hogy színt vegyen, a színekkel nem tud dolgozni. Tehát többet találkoztam nem egyel. És akkor most azt tudom, hogy aki a csoportban már régóta van, neki ez untató, de azért elmondanám. Tehát én, amikor feltöltöm a csoportba a képet, vagyis a kellékeket, arra törekszem, hogy mindig benne legyen az eredeti képem. Ez azért fontos, mert ebből tudunk színt venni. Hogyha azt akarjátok, hogy olyan legyen a képetek, mint az enyém, akkor fogjátok ezt a képet, ugyanígy, mint én most, behozom, és ebből veszek színt. Tehát azért töltöm fel, nem passzióból. Na most... Ugye kezdjünk hozzá, tehát veszünk egy lapot, 900x600-asat leokézzük, ablak eredeti méret, és akkor próbálunk színt venni. Hát először is megyünk a pipettával, hát először is a sötétkékre. Itt a sötétkék, úgy is lehet színt venni, hogy amikor a videómhoz érsz, akkor ezeket a számokat beírod, és akkor már mindjárt ott a sötét kék. És akkor hozzáadod az egyéni színekhez. Körülbelül ilyen 3-4-et hozzáadsz, nem tudom, hogy hány szín lesz. Utána pedig, tehát úgy is lehet színt venni, hogy a pipettával, és úgy is lehet színt venni, hogy beírod a számokat. A következő színünk szintén egy sötét kék lesz, azért, mert ebből veszünk világosat. Tehát próbáljuk ezt. És akkor hozzáadjuk ezt is az egyéni színekhez. Kétszer, háromszor, és oké. Okay. Most még lesz egy színünk, mégpedig az aranyunk. Ebből is veszünk mintát. Innen az aranyból, tehát az én saját képemből. És akkor megint hozzáadjuk ugye az egyéni színekhez, és most már három színünk van. De akár még többet is vehetünk. Na jó, tehát ennyit a színekről. Ezt itt megmutattam, hogy hogyan adjuk hozzá, és amikor szükséged van a színre, akkor szépen innen előszeded. Tehát fontos, hogy megnyitjuk a kis színes kockánkat, és akkor itt vannak a színeink, ugye? Most először is a sötétkékre lesz szükségem, megnyitjuk a sötétkéket, oké, és beöntjük a bödönnel. A következő dolgunk, veszünk egy réteg új ürest. Egy réteg új üres, és oké. Okay. Na most ennél a leckénél többször alkalmazzuk ezt a sötétkék és az arany árnyalatát. Sőt, még lehet, hogy aranyból majd veszünk is kintről, a számítógépünkről aranyszínt. De most egyelőre. Ezzel készít, először is elkészítjük a maszkokat, az aranyat behozzuk, vagyis ezt a aranyhoz hasonló színt, és akkor beöntjük a következőt. Tehát a felső rétegen állunk, és beöntöttük arannyal.
Na most ahhoz, hogy mi két maszkot készítünk most el, sőt, a harmadikhoz is szükségünk lesz erre a sötétkékre, tehát majd most meg fogjuk kettőzni. Réteg megkettőz, és az aranyat is. Réteg megkettőz, és bezárjuk a szemeket. Tehát ezt ide lehúzzuk. Ezt a kettőt, ezt a felső kettőt pedig bezárjuk. Most először is megyünk a szűrőkre, a fotomaszkra, és a fotomaszkon belül, hát nem ezt akartam előhozni, de mindegy, nem ezt hozom mégsem elő, ezt. Ez lesz az alapszínünk, tehát a hátterünk, azért is ezt csináltam. Úgy törekedjetek, majd később csináljuk meg még az alapháttérszínt, csak ezt a maszkot szeretném először. Tehát úgy törekedjetek, hogy a sötétkék legyen az alap, tehát hogy itt a könyvecskéknél a sötétkék az alap, és ezeket a könyvecskéket úgy fordítsátok, hogy jó legyen. Tehát az egyik maszkocskánk az kész van, a következő maszkot szintén ezzel kell elkészíteni. Ugye felső rétegen állunk szűrők, és megyünk a fotomaszkra, és nem ezzel a maszkocskával, most itt a masznál jelölöm ki, de majd feltöltöm a csoportba, ezzel a maszkkal. És akkor elvileg készen vagyunk, itt is megnézzük, hogy is sikerült, mindig arra törekedjünk, hogy ez PNG legyen, tehát lényeg az, hogy PNG, tehát megmutatom, hogy mikor nem PNG, tehát fotomaszk, és ha a másik könyvecskére mész, ez már nem az. Tehát ez is PNG valamilyen szinten, csak arany a háttér, tehát nem jó, nem jó. Megyünk a szűrőkre, a fotomaszkra, és akkor a másikat alkalmazzuk, tehát az arany legyen. És akkor itt van nekünk a maszkocskánk. Na most ezeket így becsukjuk, mert erre majd később lesz majd szükségünk. Hát fel is húznám ide, tehát felhúzom, ez sikeres, és akkor elkészítjük, most először elkészítjük az alapot ezzel a háttérrel, utána pedig elkészítjük az effektet, hát az alap, addig becsukjuk ezt. Tehát az alapot elkészítjük, hát, amint mondtam, hogy lehet gradienttel is, és lehet a medivel is, hogyha medivel készítjük, akkor mindig a világos kék legyen felül, és alul pedig a sötét kék. És akkor megyünk tehát alsó rétegen állunk, megyünk a szűrőkre, a szűrőkön belül a medire, és ezen belül pedig a váviláb. Igen, és akkor jól látszik, hogy jól választottunk, tehát itt felül van igazán a világos, alul a sötét, itt pedig fordítva. De nem probléma, itt megyünk a kettesre, tehát a felsőt a kettesre állítjuk, és amúgy nem változtatunk semmit, és oké. Okay. És hát ez lenne az alapunk. Ez lenne az alapunk, de ezt majd csak későbben készítjük el, tehát most így utólag. A következő dolgunk lesz az effekt. Hát itt kijelölés van, megszüntetjük. Az effekt, hát remélem, hogy a virágocskám megvan, igen. Az effektet ebből az egyetlen egy virágocskából fogjuk elkészíteni. Szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. És megfordítjuk egy 90 fokos pördülettel, fordulattal. Na hát, vannak tapasztalataim, olyan tapasztalataim vannak, hogy én itt leradíroztam ezt. Nagyon sok minden előjön a szerkesztés során, amikor gyakorlok. Tehát amikor leradírozom ezeket a dolgokat itt, akkor, hogyha a rétegkiválasztást szeretnék csinálni, visszajön a radírozás helye, tehát így működik. De majd megmondom, hogy lehet ellenes védekezni. Tehát ide felrakjuk, réteg megkettőz,
egy vízszintes tükrözéssel átdobjuk, és ide rakjuk. Hát itt ez a levél legyen a támpont felül, és akkor egyesítés az előző réteggel. Na most azért, hogy ez szép legyen, mert ugye torzítani fogjuk, hogy szép legyen, azért megkettőzzük. Réteg megkettőz, sőt, megháromszorozzuk. Réteg megkettőz, és egyesítjük a rétegeket. És most lekicsinyítjük, jobb gomb, szabad átalakítás. Hát először is próbáljuk 80-ra, nem tudom, és 90 fokkal megfordítjuk, vagy megdöntjük 90 fokkal, és ide kívülre helyezzük. Réteg megkettőz. Amikor megkettőztük a réteget, akkor egy vízszintes tükrözéssel átfordítjuk. Ide, és teljesen a szélére helyezzük ki. Na most, amiről beszéltem, tehát az mindenképpen megesik, de most nem szeretném. Azért fogom ezt majd megmutatni nektek. Tehát egyesítés az előző réteggel, egyesítés az előző réteggel, de hát itt kellene nekünk egy keretet készíteni, de most már, mivel ez már készen van itt nekem, ugyan tudnék, tehát mondom azt neki, hogy réteg, új háttérbeszúrás, automatikus átlátszóság, és ezt felviszem. Itt van, és akkor úgy csináljuk, hogy egyesítés az előző réteggel, ezt pedig szintén egyesítjük az előző réteggel, és akkor már alul lesz, mert ugye, hogyha itt nem a háttéren készítjük a keretet, akkor nem fog nekünk sikerülni. Nem fog sikerülni, mert már tapasztalatom, hogy nem. Tehát kép, külső keret, színkezelés, RGB szín, kép, külső keret. Nem adunk neki nagyon vastag külső keretet, és bejelölök a számítógépemről egy aranyszínt, itt már be is hozom, hát ezt jelöltem ki magamnak, ezt a kettest, azt hiszem, hogy bent is volt, és akkor oké, bocsánat, ezt be kell csukni, tehát itt van. Na most, ahhoz, hogy ezt mozgatni tudjuk, tehát ahhoz, hogy keretet tudjunk neki készíteni, le kellett vinni háttérnek, és ahhoz, hogy ezt mozgatni tudjuk, ugye ezt meg kell kettőzni, réteg megkettőz, és ide felhúzni. És ezzel pedig egyesíteni. Ezt láthatóvá tesszük, és egyesítjük. Egyesítés az előző réteggel, és már meg is van a mozgatható dolgunk. Ugyan ezen is látszik a keret, látjátok? Tehát, és most következik az, hogy jobb gomb, szabad átalakítás, 50%, tehát ez most már ezt a rutinos, csak azt nem értem, hogy a felsőre miért ment keret. Most ezt nem tudom, hogy a felsőre, vagyis erre miért ment keret, mikor ez zárva volt. Na mindegy, nem érdekes, tehát jobb gomb, szabad átalakítás, 50%-ra lekicsinyítem, oké, és akkor, mikor ezzel készen vagyok, akkor megyek a szűrőkre, a szűrőkön belül pedig a torzítás ellipszisre, és akkor még egyszer szűrők, torzítás ellipszis, és megfordítom. Most már ezen tudunk dolgozni. Becsukom ezt most egy pillanatra. Nem értem, hogy miért ment rá keret. Na, nem baj. Majd levágjuk, és akkor jó lesz. Tehát réteg megkettőz. Tehát ezt az effektet megháromszorozzuk. Vagyis hát nem is effekt még ez. Ide tesszük fölülre, és majd lehúzzuk.
Jó, egyesítés az előző réteggel, egyesítés az előző réteggel, és ide szépen elhelyezzük középre. Az mindegy, hogy most hova helyezzük el, csak azért, hogy az effektet el tudjuk készíteni. Most pedig megyünk a szűrőkre, a szűrőkön belül a torzítás, trapéz torzításra, és hát nálam a gyakorlásom során olyan jött elő, hogy hát először 127-re állítottam be, de sajnos most már nagyobbra is tudom, látjátok? Tehát minél nagyobbra tudom beállítani, annál szebb lesz az effekt. Tehát így most már nálam lehet 140. Tehát az a lényeg az effektnél, mert nem lesz senkinek egyforma a képe, hogy ezt itt ne vágja le. Tehát ezt itt ne vágja le nekünk. Hát addig tudtok menni az effekt készítéssel, viszont az jó, hogyha minél szélesebb, hogy ne vágja le. Mondjuk 140-re, és oké. Okay. Tehát nem vágta le, látjátok, hogy nem vágta le. Mondjuk neki, hogy jobb gomb, szabad átalakítás, 80%-ra lekicsinyítjük, oké, okay. És akkor egy 90 fokos fordulattal, pördülettel, hát ezt még kicsinyítjük egy kicsikét, hát ugye ez 80, akkor 70-60% lesz a végső határ. Tehát úgy csináljuk meg ezt az effektet is, hogy kitöltse a teret. Nem tudom, hogy kinek mekkora lesz, tehát ez már egyéntől függő. Mindenki saját maga el tudja dönteni, hogy hány százalékkal kicsinyíti le. Csak hogy kitöltse a teret, körülbelül így. Na most készítünk egy olyan dolgot, amit még eddig nem csináltunk, vagy hát csináltunk, csak nem mindenki. Egy olyan dolgot, hogy mondjuk neki az, hogy kijelölés, rétegkiválasztás. Na most ott tartottam én, hogy ez az effektecském, amit ideig beraktam, amit kiradíroztam, ide kiment a rétegkiválasztás. Most például nem ment ki nagyon jó a rétegkiválasztás. A rétegkiválasztás után veszünk egy új rétegürest, oké, okay. És ugye elment a kijelölés, de a T betű mellé megyünk, és újból itt a rétegkiválasztás, rámegyünk a fölötte lévő üres rétegre, mondom neki kijelölés, kiterjesztés, és egy hármas kiterjesztés adunk neki, és most beöntjük az aranyocskánkkal, megyünk a számítógépünkre, a bödönnel, és majd ezt az aranyat is feltöltöm, ha bár már nagyon sokszor feltöltöttem a csoportba, és akkor kiöntjük ezzel. Amikor ezzel készen vagyunk, akkor nem teszem le a bödönt, mert elmegy a kijelölés, összehúzás, és egy hármas összehúzást adunk neki, és egy nyomunk egy delete gombot a számítógépünkön, és ugye már is van neki keretje. Hát, az külön van a keret, és most itt adunk neki egy kis réteg beállítások árnyékot, ugye, de nem ám a hetest, hanem csak kettest. Igen, de viszont a sugár az legyen hármas, és teljesen kihúzzuk a szélére. Oké. És akkor most egyesítjük a rétegeket, egyesítés az előző réteggel, és akkor megyünk a szűrőkre, a domborításra, a mérsékelt domborításra kétszer, sőt, lehet háromszor is. És akkor most, ugye ezt még majd lekicsinyítjük, tehát majd meglátjátok, hogy hogy sikerül. Most ugye ide lehúzzuk az alapot, tehát ide. Egyesíteném, de inkább nem nyitom ki, hogy tudjunk dolgozni. Erre a két lehetőségre van szükségünk, ezt ide lehúzom.
és jobb gomb szabad átalakítással 50%-ra lekicsinyítem. Amikor ezzel készen vagyok, akkor ide előre húzom. Hát ezt itt középet is össze tudjuk állítani, nincsen semmi probléma. Fogod, és ide beállítod magadnak a kettő kis levelecske közé. Adsz neki egy kis szűrők, textúra, homokkövet. És hát egy kis mérsékelt domborítást. Na most a következő dolgod az lesz, hogy mindegyiket megkétszerezed, először a virágot réteg megkettőz, és lekicsinyít egy 80%-ra. Kettőt nyomsz. Oké. Utána pedig ezt réteg megkettőz, ezt is lekicsinyít egy 80%-ra, szabad átalakítással. Oké. És felhúzod a kettő közé. És amikor ezzel készen vagy, akkor ezt így mozgathatod nyugodtan, mert ezt a levelecskét ide teszed, ahol itt csatlakozik a virág. Tehát ahol összeér. Ide teszed a virágot, vagyis a levelecskédet, és akkor ugye ide hozod középre, ugyanúgy, ahogy ez van. Tehát itt... Tehát ezt csinálod. Következő, megint megkettőzöd, réteg megkettőz, megint lekicsinyít egy 80%-ra, kettőt nyomsz, onnan tudod, és akkor felhúzod. De előtte ezt is megkettőzöd, lekicsinyít egy 80%-ra, szabad átalakítással, és felhúzott. Tehát az a lényege neki, hogy mindegyik között legyen egy levelecske, ezt hívom levelecskének, és ez pedig az effektem. És akkor ide beilleszted így közéje. Mondjuk így. Pontosan így közéje. És amikor ezzel készen vagy, hát mindenhol hogyan készen vagy, ugye megvan a három effekted, meg a három levelecskét, akkor egyesítjük a rétegeket, tehát pontosan beállítjuk. Egyesítés az előző réteggel. Egyesítés az előző réteggel. Egyesítés az előző réteggel. Ezt végig csinálod. Igen. És akkor a következő dolgot tesszük, hogy vagy ezt szépen leradírozod innen, így is lehet, hogy innen ezt leradírozod, még itt is egy pici radírozást adsz neki, hogy ez így ne látszódjon ki, vagy levágod, egyszerűen fogod, aztán kivágod. Na most... Úgy készítjük el ezt, hogy három részre felosztjuk ezt a mondjuk 300-300, tehát próbálod jobb gomb szabad át, nem torzítással, de mivel igen nagy, tehát a távolság nem lesz így jó, mégsem, akkor fogod, kivágod, hogy könnyebb legyen a munka, tehát ahhoz, hogy könnyebb legyen a munkánk, bocsánat, nem jól van, beállítom rendesen, mert egyik felét nem fogja majd levágni, tehát fogod és kivágod. Próbálok azért figyelni. Ja, megnézem azért, mert itt nem tudom, hogy erre ide hogy került az arany. Azt még nem tudom, tehát... Mondom neki, hogy szerkesztés-másolás, szerkesztés-beillesztés. Hol vagyok? Igen, beillesztés. Tehát ez az új képem, a felső, ez pedig letörlöm. És akkor így most már, jaj, nem jót törőtem. Hát. Tehát ez az új képem, aha, az alsó, tehát a felsőt töröljük le. Jó, tehát most már jó.
Na most próbáljuk torzítással, olyan kicsire levinni. Hát először is kihúzzuk mindenhol a szélére. Így. Itt is kihúzzuk. És akkor fogod gondolatban elhelyezed, tehát még most nem jó. Három részre felosztod ezt a lapot, ezt a 900-as lapot. Itt a tetején elmozdul biztos, mert nem a legjobban van. Kihúzod. Itt is kihúzod, tehát körülbelül így lesz jó. És akkor mondod neki azt, hogy rögzítés. Hát remélem, hogy sikerül. Igen, és akkor most a következő dolgot tesszük, megyünk a szűrőkre, a torzításra, az ellipszisre. Na jó, sikerült, hát attól féltem, hogy nem fog. Nagyon kényes egy lecke, nagyon sokszor megcsináltam, és hát abba a hibába ütköztem, hogy nem olyan lett, amilyennek szerettem volna elkészíteni. Na most ezt csak egyszer csináljuk meg, ha sikerül rögtön ezt a gömbölyüt, akkor egyszer, és akkor még egyszer majd torzítjuk, amikor megkettőzzük. Tehát ez, szerintem ez így jó lesz. Tehát réteg megkettőz, egy viszintes tükrözéssel átdobjuk, és ide passzintjuk, ugye ez. Így, és akkor egyesítjük az előző réteggel, és most megint torzítjuk, tehát ez lesz a második ellipszisünk, és akkor kaptunk egy ilyet, na most ezzel mi nem elégszünk meg, mert ez nagyon picike, és ez az oldal itt, látjátok, hogy még nagyobb is lett, nem probléma, semmi gond. Ezt én így megfordítom, igen, én megfordítom, mondjuk kiteszem ide, az alsót ne nézzétek, mert ahelyett majd csinálok másikat, az helyett. És akkor mondom neki, hogy torzítás, és lehúzom. Tehát ahhoz, hogy le tudjam húzni, ezt is ki kellett volna vágni, ahhoz ugye meglátjuk. Mondom neki rögzítés, és még egyszer torzítom. Torzítás, feljebb húzom, és ahhoz, hogy jó legyen rögzítés. Tehát ennek ilyen nagynak kell lenni. Hát egy kicsit nagy lett, nagyocska, picit nagy. De igazándiból nincs semmi jelentősége, igazándiból, mert szép, tehát próbálom azért torzítani vissza, picit visszatorzítjuk. Jobb gomb rögzítés, hogyha rögzítés nem csináljuk meg, akkor abban a hibába esünk, amiben én nagyon sokszor beleesem, hogy van, amikor nem tudok semmit se csinálni, mert nem figyelek oda. Tehát nem baj, hogyha ez itt kimegy. Na most ez helyett én készítek másikat, mert nekem ez a háttér nem tetszik, réteg, új üres. És akkor ezt beöntöm egy színnel. Nem ezzel akartam. Kivesszük a pipát. Tehát beöntöm egy világos kékkel, szűrők, medi, és ugye megcsinálom a medivel még egyszer, kettes, és oké. És amikor ezzel készen vagyok, akkor egyesíted a kettőt. Tehát így lehet a hibákat korrigálni. Tehát nem kell megijedni, hogyha valami bajt csináltál, vagy valamit elrontottál, semmi gond nincsen, akkor fogod, veszel egy másik lapot, és akkor így nyugodtan lehet. Ezt még szerintem kifele lehetne húzni egy picikét, igen. Még egy picikét torzítunk rajta, mert nincs teljesen kint. Tehát rögzítés, ne felejtsük el a rögzítést, ezt nem győzöm hangsúlyozni, és ugye így kimehet a szára, nem lesz semmi baja. Na most, azt még egyszer elmondom,
hogy azért készítettem ilyen hátteret, mert egy téli képet fogok ide tenni, és a téli havas kép sokkal jobban fog érvényesülni egy világos háttéren, tehát itt a közepe, hogy világos legyen, mint egy sötéten. Ezt így tapasztalatból mondom. Na most már egyesítem, látható, és egyesítem a kettőt, hogyha már rendes a hátterünk, tehát nem baj, hogyha nem jó, akkor újból készíted, újból csinálod. És akkor most szűrők, domborítás, erős domborítást adunk neki kétszer, ha elbírja. Hát talán el. És akkor a következő dolgot tesszük, van egy hátter, vagy egy tájképünk, meg egy csajunk is, behozzuk mind a kettőt. Igen, szerkesztés alatt jól van. Tehát szerkesztés másolás, szerkesztés beillesztés. Hát ez egy kicsit elhúzódik ez a lecke. Most az a lényeg, hogy most nem csinálunk átlátszatlanságot, mert megmutatom nektek, ha csinálunk, akkor a hó nem érvényesül, látjátok? Tehát nem. Visszamegyünk a 100-ra, és most mondjuk neki szűrők, domborítás, mérsékelt kétszer, vagy esetleg háromszor is lehet. És akkor ez a szép téli táj itt sokkal jobban fog érvényesülni, tehát ahhoz is kell az, hogy világosabb legyen a háttér. És akkor egyesítjük a rétegeket most már, tehát először a tájat, és végeredményben egyesíthetjük ezt is. Ezt is nyugodtan lehet egyesíteni. Ja nem, nem, mert még utólag, hát utólag készítettem valamit, amit az előző leckékben nem, és azt ide alája fogom tenni az effektnek, tehát mégsem egyesítjük. Most behozom a virágot, megnézem, merre van, megvan. Szerkesztés másolás, szerkesztés beillesztés. Megfordítom egy kicsit, és akkor ide helyezem, ezt ide felülre, felülre helyezem. Hát itt is az a lényege, hát nem is tudom, és az lenne a lényege, jól van, talán így jó lesz, réteg megkettőz, egy vízszintes tükrözéssel átdobjuk, ennek a képnek ez lesz a dísze, tehát nem csinálunk külön még virágokat, meg ilyesmit, ez így nagyon szép lesz, és hát jó is lesz így, és akkor egyesítés az előző réteggel, jó, és akkor hát nem is tudom, lehet, hogy nem kellene az a levelecske oda. Ugye egy picit feje. Azért, hogy így kicsit önmagába is legyenek ezek a virágok, mert hogyha mondjuk lejjebb húzom, akkor rámegy már ide, és akkor nem látszik olyan szépen. Tehát én úgy szeretném, hogy önmagába is látszódjanak, akkor ide fölhúzom. Tehát azért ez kilátszódjon. Tehát így legyen, így, és akkor beállítom magamnak kézi beállításokkal, be tudom állítani ide. Csak az a baj, hogy nem ide áll be, látjátok, oda középre áll, de így tudunk hozzá tartani, hogy körülbelül hova vigyük fel. Körülbelül, mert így is tudunk, hogy itt megnézzük, de úgy is, hogy hova vigyük fel, tehát ez itt látszódjon. A szára a virágnak, az a lényeg, a szára. És akkor réteg megkettőz, egy függőleges tükrözéssel átdobjuk, remélem jót fogtam meg, és akkor ugye itt is lehúzzuk, próbáljuk beállítani, nem muszáj, hogyha be tudjuk állítani, itt megnézzük ezt a távolságot, meg ezt a távolságot, hogyha ezt így be tudjuk állítani, akkor nem gond. Tehát teljesen más, szerintem,
Megnézem. Így is be tudom állítani a virághoz, tehát azért be lehet állítani. És akkor ezzel ez már kész is van, de még megkettőzzük, réteg megkettőz, ezt az alsót kettőztük meg, és egy 90 fokos fordulattal, pördülettel átfordítottuk, és azért mondtam, hogy ne vonjuk össze a rétegeket, mert hogy ez alá visszük. Tehát ide alá visszük, és akkor ide kívülre is teszünk, viszont ezt egy picit le kell kicsinyíteni, hogy látszódjon a virágunk, tehát szabad átalakítás. Hát addig kicsinyítjük, ugye 80-at, gondoltam én, hogy itt látszódjon a virágunk, ezt is úgy helyezzük el, hogy szépen például fogjuk, és például, hogy itt legyen a mondjuk a virágnál a szára. Na most itt a... És akkor réteg megkettőz. Hát az, hogy a vicuska tutoriált hova fogjuk tenni, azt nem tudom. Na most. Viszintes tükrözés, és akkor ide helyezzük a virágocskánkot. Hát nem is tudom, hogy a levél látszódjon, hogy a levél is látszódjon, tehát itt már látszódjon a levél. Jaj, nem jót fogtam meg. Arra gond, igen, jó lesz. Hát ezeknek én nem adnék árnyékot, mert így is van már elég ott. Viszont, csinálok egy olyat, hát nem tudom, hogy ezt itt leradírozzam-e. Fogalmam sincs, de én szerintem leradírozom inkább. Tehát arra a rétegre, mert most már összevonom a két réteget, hogy könnyebb legyen a dolgom, és akkor a felső rétegen állunk, ezt itt leradírozom. Így, hogy jobban látszódjon ez a havastáj, és akkor ide be tudjuk írni a vicuska tutoriált, ezt nem radírozom le. És akkor egyesítés az előző réteggel, végeredményben most már összevonhatunk minden réteget, végeredménybe összevonhatunk. Jól van, egyesítés az előző réteggel, egyesítés az előző réteggel, egyesítés, és akkor végeredményben minden réteget egyesítettünk, most adunk neki egy kis keretet, kép, külső keret, és ugyanezt a keretet, ezt az aranyat, de csak kettes, tehát ne adjunk vastagabbat, mert nem fog szép lenni. Tehát nem lesz szép. És akkor a, van még egy kis dolgunk, a csaj, valahol van, nem ez az, lecsukom, mert nem lesz rám az szükségem. Na nézzük meg, hát körülbelül jó sikerült, nézzétek meg, mint hogyha csak ugyanolyan. Hát itt egy picit nagyobb a hely, mert nem vittem ki teljesen, de így nagyon szép. A vicuska tutorial, most máshova rakjuk, itt kiradíroztam, igen. És akkor behozzuk a csajocskánkat. Na most, aztán igazándiból hol van, megvan. Szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. És akkor lekicsinyítjük, nem tudom, egy kicsit ezt letöröljük innen. Köszönjük az elkészítőjének. Jobb gomb, szabad átalakítás, és egy 80%-ra lekicsinyítjük a csajt. Hát úgy csináljuk meg, egy picit visszabeszünk belőle, hogy fent legyen a feje, tehát 90. Hát pontosan nem tudom, mert azt se szeretném, ha rámenne a keretre, tehát látjátok, most egy kicsit itt bajba voltam, azért vágtam le az előzőnek a fejét. Picikét. Tehát nem húzzuk le teljesen, mert az arany keret, hogy látszódjon ki. Na most arra is ügyelünk, hogy itt az effektecskénél, körülbelül így a másodikhoz,
itt látszik ugye az effekt, itt legyen a csajnak a karja, mert hogy látszódjon a téli táj is, látszódjon a minden. Na, ide lehúzzuk, remélem, hogy jó lesz. Azt hiszem, hogy jó. És akkor ennek a csajnak, hát nem szeretek árnyékot adni, rétegbeállítások, árnyék, az olyan valahogy nem tudom. Egy kettest adunk neki, és itt pedig hármas sugár. Kihúzzuk a szélére, nézzük csak, hogy egyáltalán adott neki, igen, adott, jól van. Tehát oké, egyesítés az előző réteggel, remélem, hogy jól van, tehát arra figyeljünk, hogy alul meglegyen az aranykeret, felül ki legyen a nőnek a feje, egyesítés az előző réteggel, és a következő dolgot tesszük, ráírjuk a vicuska tutoriált, és itt is az aranyat alkalmazzuk, mégpedig a hatásokba, a kitöltő mintázatba berakjuk ezt az aranyat itt, ezt, és a felirat, vicuska tutoriál, jó, és akkor oké, hát nem tudom kinek ki milyen betűt használ, attól függ, ugye ez elég nagy lett, konvertál szöveget képrétegbe, jobb gomb, szabad átalakítás. Hát én most nem tudom, hogy hova helyezem, majd meglátom még. Igazándiból ide is helyezhetjük, mert mindegy. Réteg megkettőz, nem tudom, egyesítés az előző réteggel, és adunk neki egy kis domborítást. Hát, mérsék, hát lehet, hogy nem jól van, meg visszamegyek. Visszamegyek, megnézem, hogy a hatásokban nincs sehol pipa. Mert azt gondoltam, hogy a körvonal, de nem. Itt másik aranyat kellett volna használni, mert annyira nem tetszik. Szabad átalakítás. De azért majd csak jó lesz. Hát szerintem akárhol is jó lehet, mindegy. Inkább itt. Még egy picit lekicsinyítjük. De réteg megkettőz, és akkor adok neki egy kis árnyékot. Egyesítjük az előző réteggel, rétegbeállítások árnyék. Mert én azt gondoltam az előbb, hogy adtunk neki árnyékot, de nem. Nem adtunk neki. Mínusz egy. Kettő. És ez mindig három, mert nézzétek, csak vagy egy. Tehát nem tudom, hogy jobb. Hárommal. És akkor mondjuk neki szűrők domborítás, mérsékel domborítás, szűrők domborítás, domborítás, rendes domborítást adunk neki. Még egyszer megkettőzöm, megnézem, hogy néz ki. Hoppá, nem ezt kettőztem meg. Felső rétegen állunk, réteg megkettőz magamnak, és akkor valahova ide rakom alulra, kiradírozom a tutoriált, és akkor itt éppen jó helye lesz. Egyesítés az előző réteggel, egyesítés az előző réteggel, és hát elkészültünk a leckével. Szerintem nagyon szép lett. További szép napot és jó munkát kívánok mindenkinek. Sziasztok!